Szervusztok, Kozma Vízkeleti Dániel, családpszichoterapeuta vagyok. A Mindsetnél a május a párok hónapja. Cikkeink is ebben a témában fognak születni, és nagyon sok előadásunk a párkapcsolatok kérdéskörét járja majd körül. A szegedi kerekasztalunk is a párkapcsolat egy fontos vonatkozásának a témájában születik. És hát természetesen tanácsadó és terápiás központunk kedvezményekkel várja a tanácsadásra vagy terápiába ebben a hónapban, vagyis májusban jelentkező párokat. Én pedig, mivel 17 éve párokkal és családokkal dolgozom, azt gondoltam, hogy ennek a munkának néhány tapasztalatát osztom meg most veletek. Hiszen ha ismerjük a párkapcsolat természetes fejlődési útját, a megszokott szinte minden párkapcsolatra jellemző érési, gazdagodási és fejlődési folyamatot, akkor lehet, hogy nem ijedünk meg, amikor tapasztaljuk, hogy a kapcsolatunk változik. Lehet, hogy nem lepődünk meg annyira, amikor észleljük, hogy egy bizony-bizony egy három éves párkapcsolatnak más a hangulata, mint egy három hetesnek, és megint egész más lesz a párkapcsolat jellege 23 év házasság elmúltával. Így arra gondoltam, hogy ma összeszedjük a párkapcsolat természetes fejlődési útját. Kérlek, közben tanakodjatok el, hogy találkoztatok-e ti is hasonlóval, tapasztaltátok-e magatokon, vagy bárkin, aki közeli ismerősötök, hogy ahogy változik a kapcsolata, máshogy állnak egymáshoz. Na, de kezdjünk is bele! Kezdetben a kapcsolat elején van a szimbiózis. Ilyenkor nagyon-nagyon sok időt szeretünk együtt tölteni egymással, összehangolódunk szorosan. Lehetőleg napi 25-26 órát szeretnénk együtt tölteni, minél nagyobb testi közelségben, adott esetben ezt a testi közelséget negatív számokban szeretnénk kifejezni. Ilyenkor azokat a dolgokat keressük, amik összekötnek bennünket. A közös pontokat. A, egy első randin is valószínűleg emlékeztek, hogy általában inkább azt súlyozzuk, ami közös bennünk, és nagyon örülünk, hogyha már a harmadik, negyedik ilyet megtaláltuk, hiszen hú, hát akkor lehet, hogy lesz második randi is. A közös pontok keresése mellett ebben a szimbiotikus időszakban feltankolunk érzelmi élményekkel, tulajdonképpen olyanokkal, amikkel a hátralévő 40-50 évet ki fogjuk bírni. Nagyon fontos ez az időszak tehát, hogy minél több közös élményt, együttes élményt szerezzünk, átélhessük ezeket, ezekre nagyon jó lesz emlékezni. 21 néhány év elmúltával, hogy ó édesem, Emlékszel, hogy szerettél? Hát persze. Milyen szép is volt az. Te is olyan szép voltál, és ha ezt kiejtjük a szánkon, rögtön érezhetjük, hogy újra valami. Izgalmas beszélgetésnek vagyunk az elején. Ám, de, ez a szimbiotikus időszak, amit valószínűleg észrevettétek, hogy a népnyelvben szerelemnek hívunk, ez lassan átadja a helyét egy másik, a párkapcsolat természetes érési, gazdagodási folyamatának a következő lépcsőjének, ez pedig a differenciáció. Ilyenkor elkezdünk emlékezni arra, hogy ho, -ho hát kérem szépen, nekünk vannak érdekeink, értékeink, elvárásaink, szükségleteink, igényeink, elképzeléseink, hobbink, érdeklődésünk, és ezt elkezdjük képviselni a kapcsolatban. Na hát ez aztán elég konfliktózus időszak lesz, de nem megúszható. Ilyenkor alakítjuk ki ugyanis hátralévő közös életünk szabályrendszerét. Nagyon fontos dolgokat kell ilyenkor megvitatnunk egymással. Mire szánunk pénzt? Mi a pihenés? Hogyan töltjük az időt? Mennyi időt szükséges együtt töltenünk? Hogyan tartjuk a kapcsolatot egymással? Hívogatjuk egymást 17 másodpercenként, mint a szimbiózisban, vagy elég lesz három óránként is. Hogyan tartjuk a kapcsolatot a rajtunk kívülálló személyekkel, például természetes, hogy anyuékat mondjuk hetente látogatjuk, anyádékat pedig évente. Szóval ezek nagyon fontos kérdések, meg hogy hogy nyomjuk a fokrémes tubust, be lehet-e jönni nálunk a nappaliba a cipővel, ezeket a kérdéseket ilyenkor szükséges megvitatnunk. Ez az időszak is, hogyha megoldottuk ezt az életfeladatot, aztán tovább lép és átadja a helyét a gyakorlásnak. Míg a szimbiózis általában a kapcsolat első két-három évét veszi igénybe, a differenciáció lezajlok néhány hónap, vagy itt is legfeljebb egy-két év alatt. Utána tovább léphetünk a gyakorlás időszakába, ami kapcsolatunknak valószínűleg a leghosszabb időszaka lesz, akár évtizedeket is igénybe vehet. A gyakorlás során tulajdonképpen a figyelmünk a kül világra irányul, ilyenkor a párkapcsolat nagyon jó érzelmi tankolás lesz, ova hazamehetünk, megöleljük egymást, érzelmileg töltődünk egymásból, és utána megint ki, -ki mehet, helytállhat a munkájában, törőtet a hobbiával, a barátaival, járhat továbbképzésekre, és megvalósíthatja mindazt, amit az ön megvalósítás során korábban szeretett volna, vagy most tervez megvalósítani. A gyakorlás időszakában különösen fontos, hogy legalább idő időre randizzunk egymással, figyeljünk a kapcsolat építésére, erősítésére, megtartására, hogy nehogy a munka, a hobbi, a barátok, vagy a cseperedő gyermekek mellett megfeledkezzünk arról, hogy mi egy pár vagyunk, és párként működünk ha a gyakorlást is megoldottuk, mint életfeladatot, eljuthatunk az újra közeledésig. Itt már nagy meglepetések nincsenek, hiszen 21 néhány éve ismerjük egymást. Itt már pontosan tudjuk, ahogy a másik fel kell. A fülcimpája állásából észleljük, hogy milyen a hangulata. Érdemese neki összetett kérdéseket föltenni, vagy ezzel meg kell várnunk, amíg megissza a reggeli kedvenc kávéját. Ilyenkor a kapcsolat általában egy rövid időre ismét kibillen az egyensúlyából, hiszen újra meg kell találnunk azt a közelséget, amit a kirepülő gyermekek, a nyugdíjazásunk, esetleg amúgy is életfeladatú elénk tár, és azt az energiát, amit eddig másba fektettünk, most ismét egymás felé fordíthatjuk. És ha ezt is megoldottuk, akkor eljutunk az életpárkapcsolat időszakába, valamikor a békés öregkorban. Ilyenkor szokták megkérdezni a hallgatóim, akiknek mesélek a kapcsolat fejlődéséről, hogy de tessék mondani, nem lehetne, hogy ezt így begyorsítva le tudjuk pár hónap alatt az egészet? Hát nem. Azt hiszem nagyon fontos, hogy minden életfeladattal akkor találkozzunk, amikor annak ideje van, akkor fogunk tudni ugyanis szembenézni és megküzdeni vele. Hmm. lehet, hogy nem hiszitek. Hát, nagyon várjuk a véleményeiteket, a saját tapasztalataitokat, a gondolataitokat. Melyik az a szakasz, ahol éppen ti vagytok? Mit gondoltok, melyik szakasznak mi a hozadéka? Beszélgessünk erről a műsort követő ö, ö, kommentekben és csetablakban. Én is és a Mindset munkatársa is várjuk a véleményeket. És ha itt már influencereskedünk nektek egy kicsit, lehet, hogy megmutatom az órámat. Hm, de lehet, hogy mégsem. Várunk benneteket a jövő héten újabb párkapcsolatos témákkal.